Hogy kerülsz te ide? Azt hittem a ninja, akit felbéreltem, már rég végzett veled. Tessék! Te bérelted fel azt a ninját? Igen, azt hittem, hogyha végzek veled a múltban, már nem kell veled törődnöm a jövőben. Gonosz ember lett belőled, Ichikawa Katsuto. Nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyre süllyedsz. Apa, ez igaz? Tényleg, tényleg te ölted meg Shinobu szüleit? Hát persze, ezek az idióták megbíztak egy kisgyerekben, akiről azt se tudják, hogy kicsoda. Az ilyenek nem érdemesek az életre. Tamagocsi úr, én azt hittem, hogy a sensei csupa jó dologra tanította önt. Hogy volt képes ilyet tenni? Hogy voltam képes ilyet tenni? Nagyon egyszerűen. Ti sosem fogjátok tudni, milyen érzés az, ha az embernek megvan mindene. Sőt, még annál is több. Apa, én nem ismerek rád, mintha nem is az a kedves és szerető ember lennél, akit én ismerek. Ren, ne érts félre, téged nagyon szeretlek, de magamat még nálad is jobban. Tamagocsi, az én szüleim befogadták önt, és ön mégis megölte őket. Hát nem érzett semmit, amikor lesújtott rájuk? Még hogy nem éreztem? Dehogy nem éreztem. Szánalmat éreztem. Ezek az emberek megbíztak másokban, sőt, az életüket arra tették fel, hogy másoknak segítsenek. De jegyezd meg! Ebben a világban nem lehet így élni. Ha így éltek, ugyanolyan lesz az életetek, mint most. Szánalmas. Ha így állunk, akkor visszamegyünk abba a világba, ahol még tartják valamire a becsületet és a hűséget. Ha, menjetek csak! Nekem aztán nem fogtok hiányozni. Apa? Tényleg ennyi, hogy csak így hagysz elmenni? Lányom, felnőtt vagy, már azt csinálsz, amit akarsz. Ha elmész velük, nem bánom, legalább több idő jut saját magamra. Menj csak! Elnézést! Uram, nem ismerem magát? Szerintem mi már találkoztunk, nem? Maga is egy időutazó. Mi? Még hogy időutazó? Talán láttál a múltban? Igen. Vagy a jövőben? Vagy mi? Én vagyok az a ninja, akit maga felbírált, hogy öljen meg az öreg embert. De mégis, hogy mersz ideállni elém? Anélkül, hogy teljesítetted volna küldetésedet. Már elnézést kérek, de... arról nem volt szó, hogy egy képzett szamuráj lesz a testőre annak az öreg embernek. Kifogások, mi? Mindegy is. A problémám megoldódott a te segítséged nélkül is. Egyébként. Akarsz egy kis pénzt keresni? Nem, köszönöm, uram. Megtanultam, hogy a pénz az nem boldogít, és anélkül is lehet élni. Ugye most csak viccel. Persze, hogy viccelek, hát ki az a barom, aki elhiszi ezt a mostobaságot? Gyere csak! Olyan terveim vannak!